Megújult és környezetében is megszépült a Szerencsi községi fürdő. Az Európai Uniós és hazai pályázati támogatással megvalósuló nagyszabású beruházás 2006 tavaszán elkezdett munkálataival, 2007 őszére végzett a kivitelező. A régi pompájában díszelgő, közel 100 éves épület fürdő- és wellnessházként szolgálja a város lakosságát és a településre érkező turistákat. Az 1910-ben átadott és sokáig tisztasági fürdőként üzemelő létesítmény az 1970-es évek közepétől már a település strandjaként működött. Az udvari kismedence a fiatalság egyik kedvelt találkozóhelye volt, ahol a legbátrabbak a kabinok tetejéről ugrottak fejest a vízbe. Az elmúlt évszázad végére az egyre rosszabb állagú létesítmény bezárta kapuit. Az épület felújítására és új funkciójának megtalálására több vállalkozás tett kísérletet. Ezek a kezdeményezések részleges külső homlokzati munkákon és némi belső átalakításon túl nem vezettek eredményre. A belváros egyik impozáns épületének sorsa újra a helyi képviselőtestület kezébe került. A jelentős ráfordítást igénylő rekonstrukcióra hazánk Európai Uniós csatlakozása után nyílt lehetőség. Az önkormányzat a Rákóczi Boros Egyesülettel és a helyi Római Katolikus Egyházzal partnerségben sikeres pályázatot nyújtott be a regionális fejlesztés operatív programja kiírására, amelynek a támogatási szerződését 2006. március 8-án írták alá a Szerencsi plébánián. A strukturális alapokból 330 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesített program tartalmazta a községi fürdő felújítása mellett a szomszédos Kisboldogasszony templom homlokzatának és tetőszerkezetének renoválását, valamint a két épülethez tartozó területek és a Rákóczi vár kertjének rekonstrukcióját. A beruházás első lépcsőjeként a templommal készült el a kivitelező. Októberben körbeállványozták az egyházi ingatlant, a helyi építőipari vállalkozás bádogosai pedig elkezdték a régi tetőlemez cseréjét. A részborítással párhuzamosan a kőművesek kijavították a külső vakolat hibáit, majd a homlokzat színezése is megtörtént. Az impozáns, immár külsejében megújult közel 250 éves épületet 2006. december 22-én Seregi István egriesek szentelte fel. Ugyanebben az évben kezdődött el a várkert átalakítása is, amit közbeszerzési eljáráson a Szerencsi Város Üzemeltető KHT nyert el. Majd ugyancsak közbeszerzési eljárás keretében választotta ki az önkormányzat a fürdőépületet felújító vállalkozást. A beruházás iránt érdeklődő cégek képviselői 2006. augusztus 14-én bejárás keretében jártak végig az épületet, hogy személyes tapasztalataik alapján állítsák össze a benyújtandó dokumentációt. A kivitelezést végül a Szerencsi Szivárvány építőipari Kft. Nyerte el. A társaság novemberben vonult fel a területre, majd a téli hónapokban elvégezték a szükséges bontásokat. A legnagyobb munkát ebben az időszakban a főutcai épületszárny és az aula alatti pincerész mélyítése jelentette. Ehhez jelentős mennyiségű földet kellett kitermelniük. Kiderült, hogy az épület alapozását olyan gondosan végezték az 1900-as évek elején, hogy a fundamentum napjainkban sem igényel jelentősebb megerősítést.
Csupán a főutcával párhuzamos korábban megsüllyedt szárny jelentett ez alól kivételt, ahol korszerű technológiával akadályozták meg a további szerkezetmozgást. Megtörtént a belső, majd a külső medence elbontása. Az épület új funkcióinak megfelelően több belső válaszfalat emeltek, néhány nyílászáró helyét is megváltoztatták. Látványos része volt a beruházásnak a pezsgőfürdő és külső medence elkészítése, amihez a kivitelező közel 100 köbméter betont használt fel. Az épület belső munkálatai az új villamos, ivóvíz és szennyvízhálózat vezetékrendszereinek kiépítésével folytatódott, amivel egy időben megkezdődött a tető rekonstrukciója. Az ácsok kicserélték az elkorhadt szarufákat és gerendákat, az új tetőlécekre a korábbi palaborítás helyett az épület stílusához illő cserép került. A korábbi bádok burkolatokat vörös réz lemez váltotta fel, a kültéri medence felé impozáns tető került, a teret oldalról üvegfal választja el a szomszédos kerttől. A beruházás időszakában a műszaki ellenőrök mellett számos érdeklődő tekintette meg a munkálatokat. Önkormányzati képviselők, majd Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos, Szabó György országgyűlési képviselő, a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, valamint a Szerencsés Térsége Fejlődésért Egyesület tagjai is érdeklődéssel vették szemügyre az építkezést. A kivitelezés részeként kijavították a külső vakolat hibáit, és az eredeti díszeket is restaurálták. Megújult a homlokzat, ami már a járókelők számára is láthatóvá tette a változásokat. A városközpont hangulatához illeszkedő színezés kiemeli a fürdő építészeti értékeit. Az uszoda technikai berendezések beszerelése után a nyár közepén már egy új rendszer is kiépült, ami gondoskodik a helyiségek páramentes friss levegőztetéséről. Az épület 17 méter magas kéménye az eltelt évtizedekben enyhén megdőlt, ezért részben visszabontották, majd újraépítették a kőművesek. A községi fürdő rekonstrukciójának tervezői és kivitelezői egyaránt arra törekedtek, hogy az épület a felújítás során minél többet megőrizzen eredeti állapotából. Ezt a célt szolgálta többek között az egykori nyílászárók felújítása, az ablakoknál a korábbihoz hasonló festett üvegek alkalmazása. A bontásnál felszabaduló korabeli téglákat megtisztítva állították vissza, az alaksor boltíveit, válaszfalait. A hideg burkolatok kiválasztásánál is fontos szerephez jutott a régmúlt szín- és anyagvilágának megőrzése.